Csúszik az iskolák nyitása, húsvét után is marad egy ideig a távoktatás, megvárják, hogy legyen 2,5 millió beoltott. Több mint 50 ezerrel nőtt a beoltottak száma egy nap alatt, jövő hét elejére meg lehet a 2 millió. Videós csúcsot tartanak az uniós vezetők, kevés a vakcina, több tagállamban minden korábbinál erősebben támad a vírus. Hát, ha most sikerül, ha lengyelek ellen kezdi a világbajnoki selejtezőt a magyar labdarúgó válogatott, cél a 22-es VB. Ez a híradó este 7:30-kor az M1-en. Németh Balázs vagyok, jó estét kívánok, kezdünk! Április 12-ére, esetleg 19-ére csúszik az iskolák nyitása, így számol ma a kormány. A korábbi tervek arról szóltak, hogy a tavaszi szünet után április 7-én folytatódhat a tantermi oktatás. De annyira erős a harmadik hullám, hogy mindenképpen megvárják a nyitással, hogy elérje a 2,5 milliót a beoltottak száma. Reggelig 1.747.000-en kapták meg legalább az első adagot, 524.000-en már a másodikon is túl vannak. Az ígéretek szerint az iskolák nyitása előtt beoltják a tanárokat, az óvónőket, valamint a bölcsődei dolgozókat önkéntes alapon. Készen tetszik lenni, és akkor az előtétre kell várakozni. A háziorvosi rendelőkben és a kórházakban is hónapok óta folyamatos az oltás. Szerdán egy nap alatt több mint 50 ezeren kapták meg az injekciót. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videójából is kiderül, összesen már több mint 1.750.000-en jutottak hozzá legalább a vakcina első adagjához. Közülük csak nem 525.000-en a második oltáson is túl vannak. Az átoltottságot tekintve Magyarország ezzel lakosság arányosan továbbra is a második helyen áll az EU-ban, és jelentősen meghaladjuk az uniós átlagot. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta, Magyarország az eredményesen védekező országok közé tartozik, az oltás jól halad, ez pedig a keleti vakcináknak is köszönhető. Ha nem lennének Magyarországon keleti oltások, ha nem tudtunk volna Kínából és Oroszországból is oltóanyagot vásárolni, akkor a helyzet összehasonlíthatatlanul rosszabb lenne. Több mint fele a beadott oltásoknak egyébként keleti oltás. Bár napról napra több a beoltott, egyelőre rossz a helyzet. A fertőzések száma továbbra is nő, nem csak Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban. A miniszter úgy fogalmazott, éppen ezért még nincs itt az ideje a lazításnak, de a tervek már megvannak, ha a beoltottak száma eléri a 2,5 milliót, akkor egy héten belül kinyithatnak az óvodák, az általános és a középiskolák is. Erre április 12-én vagy április 19-én lehet számítani. Előtte azonban beoltják a pedagógusokat is. Azt szeretnénk, hogyha minden tanárt és óvónőt, természetesen bölcsődei dolgozókra is ez vonatkozik, és a szakképzésben résztvevő tanárokra is a lehető leggyorsabban és a legegyszerűbben tudnánk beoltani. Tehát erre azt megelőzően, hogy az iskolákat újra nyitnánk, sor fog kerülni. Szintén szeretném kiemelni, hogy az önkéntes alapon, tehát nyilván mindenki eldöntheti, hogy kíván-e az oltásban részesülni vagy sem. A híradónak nyilatkozó tanárok azt mondták, örülnek az oltás lehetőségének, hiszen így biztonságban térhetnek majd vissza a munkahelyükre, és a szülők is nyugodtabban küldik majd iskolába a gyermekeiket. Most már a lelki egészségünket is veszélyezteti az, hogy bizonytalanságban félünk a gyerekektől, a gyerekek tőlünk, tehát mindenképpen azt gondolom, hogy ettől nagyon sok pedagógus biztonságosabb helynek fogja megélni az iskolai jelenlétünket. Egyelőre azonban még üresek a tantermek, csak úgy, mint az üzletek jelentős része. A jelenlegi szabályok szerint néhány kivétellel a boltok többségének zárva kell tartania, mint ahogy a személyes kontaktussal járó szolgáltatások sem működhetnek. Hamarosan azonban ez is változhat, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a hét elején négyzetméter alapú újranyitást javasolt, boltmérettől függően. A kormány viszont azt mérlegeli, hogy lehetséges-e egységesen minden üzletben úgy bevezetni a létszámkorlátot, hogy 10 négyzetméterenként számolnának egy vásárlóval, illetve vendéggel. Erről várhatóan az operatív törzs péntek reggeli ülésén döntenek.
Délután kezdődött, és ezekben a percekben is tart még az uniós állam és kormányfők csúcs találkozója. A fő téma persze a járványkezelés, azon belül a közös vakcina beszerzés, az oltóanyagok tagállamok közötti szétosztása, valamint az Európában gyártott vakcinák kivitelének, exportjának esetleges tilalma. Mondani sem kell, hogy nincsen egyetértés egyik témában sem a 27 tagállam között. Orbán Viktor azt mondta, az a cél, hogy gyorsabban és hatékonyabban szerezzen vakcinákat Brüsszel. Egyedül érkezett kora délután az uniós csúcsok brüsszeli helyszínére az európai tanácselnöke. Charles Michelen kívül ugyanis a járvány miatt minden állam és kormányfő videókapcsolaton keresztül vesz részt a csúcson, amelynek legfontosabb témája a közös vakcina beszerzés. Egyetlen témánk van, igazán fontos témánk, ez a vakcina helyzet és a vakcinák beszerzése. Orbán Viktor miniszterelnök még a csúcs előtt osztott meg közösségi oldalán egy videót. Azt mondta, arról tanácskoznak, hogyan vehetnék rá Brüsszelt a vakcinák gyorsabb beszerzésére. Brüsszel vállalta, hogy a tagállamok számára beszerzi a vakcinákat. Ha ez sikerül és gyorsan megy, sok életet mentünk meg. Ha lassan megy, akkor pedig sok életet veszítünk. Ezért ma arról fogunk tanácskozni, hogyan vehetjük rá Brüsszelt arra, hogy az eddiginél sokkal gyorsabban, olajozottabban és hatékonyabban szerezze be azokat a vakcinákat, amelyekkel aztán mi a tagállamok miniszterelnökei és kormányai életeket menthetünk. Az uniós csúcs előtt nyilatkozott az osztrák kancellár is. Sebastian Kurz is a legaktuálisabb témának nevezte a vakcina beszerzéseket és azok igazságos, lakosságarányos elosztását. Az EU-ban gyakran használják a szolidaritás kifejezést, mert megpróbálunk gondoskodni az egész világról. De ha az Európai Unió 70 millió adag oltóanyagot exportált a világ minden részére, miként lehetséges, hogy az unió egyetlen adagot sem kap máshonnan? Tette fel a kérdést Sebastian Kurz. A német kancellár viszont a Bundestagban védelmébe vette a közös uniós vakcina beszerzést. Helyes volt az oltások Európai Unió általi közös beszerzésére és jóváhagyására összpontosítani. Jelenleg kis elosztási különbségeken vitázunk. Nem akarom elképzelni, mi lett volna akkor, ha egyes tagállamokban lenne vakcina, még másokban nem jutott volna, mondta Angela Merkel. A kétnapos uniós tanácskozáson az oltóanyagok beszerzése mellett a vakcina útlevelek kérdése is téma lesz. Este pedig, amikor a transatlanti kapcsolatokat veszik napirendre, ugyancsak videón keresztül Joe Biden amerikai elnök is csatlakozik majd a csúcs résztvevőihez. Vissza a hazai védekezéshez. Hallhatták már a híradó elején, hogy reggelig 1.747.000-en kapták meg az első oltást, egy nap alatt tehát több mint 50.000-rel nőtt a számuk. Ha nem jön közbe semmi, akkor jövő héten már a 2 milliót is átlépheti Magyarország. Folytatták az idősek oltását ebben a mosonmagyaróvári rendelőben. Szabó Károlynak decemberben hozta a regisztrációs lapot a postás, még aznap kitöltötte és visszaküldte, így már túl van az első injekción. Most az ember már meggyógyszik, de az lesz a jó, hogyha meg lesz a második is. Háromféle vakcinával naponta több mint 100 embert oltanak be itt ezen a héten. Az a legjobb védőoltás, amit beadtunk a beteg számára. Kérjük a betegeket arra, hogy amivel a háziorvos jelentkezik, hogyha szakmailag ő számára megfelelő védőoltás, akkor fogadja el. Már a váróban megvizsgálják oltás előtt a pácienseket Kálósemjénben. Itt is a legidősebbeket és a krónikus betegeket oltják. A híradónak nyilatkozók azt mondták, nem volt kérdés, hogy kérik-e a vakcinát. Ez nagyon fontos mindenki számára, és én nyugodt szívvel veszem fel, mert én bízom abban, hogy az orvosok tudják, és hogyha ez nem használna, akkor nem kapnánk meg. Szívesen oltanánk hétvégén is, csak legyen anyag. Február óta már több mint 200 vakcinát adott be ez a házi orvos. Azt mondta, csak azért nem többet, mert nincs elég. A héten is folytatja az oltást a kínai oltóanyag első és második adagjával. Amennyire visszakoztak eleinte, annyira aktiválózott a lakosság ezek után már. Minél súlyosabb a helyzet, annál többen kérik. A második oltást adták be Sárkány Bélánénak Miskolcon. Reménykedünk benne. Nem tudjuk, mert nem értünk hozzá. Elfogadjuk a szakembereknek a véleményét, bizalommal jöttünk az oltásra, és nagyon bízunk benne. Csak nem 55 embert oltottak be a Sinopharm vakcinával, és további 10-et az AstraZeneca első adagjával ebben a praxisban csütörtökön. Többségében még a 60 év felettieket és a krónikus betegeket várják az oltásra. Már mindenki szeretné, szerencsére. Itt oltás ellenes betegemmel még nem is találkoztam, aki esetleg ennek a megkérdőjelezi a szükségességét. A Bács-Kiskun megyei Dávodon a Pfizer vakcinával oltották be a legidősebbeket. Eddig mindenki eljött a védőoltásra, akit értesítettek, és senki sem utasította vissza a vakcinát. Ezért jól haladnak, a praxis átoltottsága magasabb az országos átlagnál, már megközelíti a 22%-ot.
500 adag vakcinát adtak be, amiből több mint 100 emlékeztető oltás volt. Lehetőség szerint a korosztályban legidősebbekkel kezdtük, és sorban haladunk. Részben azért a betegségek súlyossága is számít, de a születési év szerint a legidősebbektől haladunk a fiatalabbak irányába. Semmi akadálya nincs annak, hogy egy fiatalabb, akár lényegesen fiatalabb, mondjuk 45 éves krónikus beteget oltson be. Még több százezer regisztrált krónikus beteg és idős vár a sorára, ezért az ő oltásuk a legsürgetőbb, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette, ha egy házi orvos már minden időst és krónikus beteget beoltott a praxisában, akkor tovább léphet és a fiatalabbakat is behívhatja oltásra. A házi orvosoknak jelentős szabadsága van, mi mindenkit biztatunk, hogy éljen is ezzel a szabadsággal. Természetesen az oltási rendnek megfelelően először az idősebbeket, ezt követően a krónikus betegeket kell beoltani, de hogyha valakinek a praxisában már mindenki oltást kapott, aki ebbe a körbe tartozik, akkor bárkit beoltson be, a lényeg, hogy a lehető leggyorsabban a társadalmi védettség elérése irányába nagy lépésekkel haladjunk. A miniszter rámutatott, jó esély van arra, hogy április első felében az összes regisztrált 65 év feletti megkapja a védőoltást itthon. Erre pedig azért is szükség van, mert továbbra is meredeken felszálló ágban tart a járvány. Egy nap alatt 9637 új fertőzöttet azonosítottak, illetve a vírus miatt elhunyt 272 beteg. 11760 ember van kórházban, közülük több mint 1400 lélegeztetőgépen. Folytatódott a tömeges oltás a kórházakban is. Az orvosok szerint egyre többen elfogadják, elhiszik, hogy csak az oltásokkal lehet megfékezni a járványt. Müller Cecília azt mondta, hogy emberfeletti munkát végeznek az egészségügyben dolgozók. Az Egri Markot Ferenc kórházban csak nem 400 embert oltottak be. A lakossági oltások mellett megkapták a védőoltást azok az egészségügyi dolgozók is, akiknek korábban nem adhatták be az injekciót. Az elmúlt egy-két napban Sputnik oltással közel 2000 oltandót sikerült beoltani 9 oltóhelyen, a következő napokban pedig ismét fogunk időseket oltani. Jelenleg a mai napon részben olyan egészségügyi dolgozókat oltunk, akik az első kör idején még az átvészeltségük miatt nem kaphatták meg a védőoltást, most ezeknek a pótlása történik. Szinte teljes kapacitással működnek az oltópontok Békés megyében, ahol mostantól már 7 oltóponton kaphatják meg a vakcinát azok, akik regisztráltak. A megyében az a terv, hogy hétvégéig elérje a 70 ezret a beoltottak száma. Húsvétig a 65 év fölötti időseket fogjuk oltani, akik kísérőbetegséggel rendelkeznek, és bízunk benne, hogy azt követően már a fiatalabb korosztálynak is elérhető lesz a védőoltás. A tervek szerint rendben halad az oltás Székesfehérváron is. Az orosz és az amerikai vakcinákkal dolgoznak az oltópontokon. A héten úgy alakult eddig, hogy 8-900 fő jelent meg naponta, körülbelül a továbbiakban is ilyen forgalomra számítunk. Fél órát letetszik ülni. A salgótarjáni Szent Lázár megyei kórházban csak nem 200-an kaphatták meg csütörtökön az orosz vakcinát. Ide már úgy érkeznek a páciensek, hogy mindenki elkötelezett oltakozó, tehát nem kételkednek az oltásba, legfeljebb az, hogy melyik oltást akarnák beadni, de úgy látom, hogy már ott tartunk, hogy gyakorlatilag mindegy, csak oltakozzanak. Házi orvosi beutalóval jelenleg 5 oltóponton kaphatnak Pfizer és Sputnik oltást a bajaiak, de a kórházi oltópontok számát, ha szükség lesz rá, akkor a duplájára tudják növelni. 10 000 fölött járunk oltásszámban, és azt látjuk, hogy egyre többen jönnek el az oltásra, tehát a mai napon olyan 95% eddig a megjelenés. Fese, máj, szív. Gőzerővel oltanak Veszprém megyében is. A veszprémi kórház 3 oltópontján az orosz vakcinát adták be. Több helyről is tájékozottam, orvosbarátaimtól, kutatóbiológus van a családban, mindenki egyértelműen azt javasolta, hogy oltassam magamat bármivel. Amúgy a Sputnikot választottam, választottam volna mást is, de én biztos vagyok benne, hogy ez jó. A megyében ezen a héten minden eddiginél több,
10 000 oltást adnak be a kórházi oltópontokon. A Csolnoki Ferenc kórház főorvosa szerint a súlyos helyzeten csak a védőoltást tud enyhíteni. Én úgy gondolom, hogy a védőoltás egyáltalán nem magánügy. Egyáltalán nem csak arról szól, hogy magamat védem, magam számára jelentek valamilyen kockázatot, vagy nem, féltem magamat, vagy nem. Ez egy, nem is tudok, súlyosabb közügyet jelen pillanatban, mint ezt a védőoltást. Heroikus küzdelem folyik a járvány ellen. Erről már Müller Cecília beszélt az operatív törzs tájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos azt mondta, a vírus angol mutációja miatt nagyon könnyen terjed a vírus. Nagyon gyorsan tud változni a fertőzött személynek a klinikai állapota, gyorsan kifejlődnek a tünetek, és nagyon sok esetben kórházi kezelés válik szükségessé, esetleg még lélegeztetőgép segítségével tudunk csak a betegen segíteni. Müller Cecília arra hívta fel a figyelmet, hogy a mutáns vírussal fertőzött ember 4 másikat fertőzhet meg, ha mindannyian 4 órán át tovább tartózkodnak egy légtérben, maszk nélkül. Nincsenek jó hírek külföldről. Több tagállamban szinte egyik napról a másikra robbant be a harmadik hullám. A kormányok szigorítanak, de hát ez sem egyszerű kérdés így a húsvéti ünnepek előtt. Ausztria keleti, észak-keleti tartományaiban jövő hét csütörtöktől 6 napos teljes zárlat lép életbe. Az egészségügyi miniszter szerint muszáj lépniük, mert különben megtelhetnek a kórházak. Az osztrák adatok szerint 100-ból 2 fertőzött intenzív osztályra kerül, ami sokkal-sokkal rosszabb arány, mint az első 2 hullám idején. A határátlépést is szigorítják az osztrákok, ez érinti persze a magyar ingázókat is. Estébe nyúló, maratoni tárgyalások után álltak a kamerák elé a kelet-ausztriai tartományok kormányzói és Ausztria egészségügyi minisztere. A tárcavezető bejelentette, teljes zárlatot hirdetnek Alsó-Ausztria és Burgenland tartományban, illetve a fővárosban Bécsben. Úgy döntöttünk, hogy a húsvéti ünnepi időszakban április 1-ével nagy csütörtökkel kezdődően április 6-áig, keddig drámai korlátozásokat vezetünk be. Minden fizikai kontaktussal járó szolgáltatásnak szünetelnie kell, és az élelmiszerboltok kivételével bezárnak az üzletek, mondta Rudolf Anschober. Mihály Ludwig, Bécs polgármestere hozzátette, az ország keleti területein terjedő brit vírusvariáns a fiataloktól az idősekig az egész társadalmat veszélyezteti, ezért átfogó intézkedéseket hoztak. Az egészségügyi tárcavezető részletezte az intézkedéscsomag fő pontjait. Nagy csütörtöktől 6 napon keresztül kötelező lesz az FFP2-es maszk használata ezentúl a forgalmas utakon és a zárt terekben is. Az iskolákban és munkahelyeken heti egyszeri vírustesztet írtak elő, ha ennek nem tesznek eleget, otthoni munkavégzésre és digitális oktatásra kell áttérni. 24 órás kijárási korlátozás lép életbe, az emberek csak munkába, élelmiszerboltba és patikába menet, illetve segítségnyújtás és egészségügyi séta alkalmával tartózkodhatnak az utcákon. Ausztriában több mint 3 000 fertőzöttet regisztrálnak nap mint nap. A koronavírus új mutációi miatt több mint 2-szer annyian szorulnak kórházi ellátásra, mint a járvány első és a második hulláma idején. A súlyosbodó járványadatok miatt az embereket nem lepte meg a szigorítások híre. Ilyen fertőzés szám mellett elkerülhetetlen a zárlat, mondta egy nő. Szigorítanak a határátkelőknél is. A Csehországból, Szlovákiából és Magyarországról érkező utasoknak és ingázóknak ezentúl nem lesz elég az 1 hétig érvényes negatív vírusteszt, ezentúl heti 2-szer kell teszteltetniük magukat ahhoz, hogy átjárhassanak a határon. Az ország kevésbé fertőzött területein azonban egyelőre nem vezettek be újabb korlátozásokat. Sőt, Ausztria legkevésbé fertőzött tartományában a múlt héten, bár szigorú korlátozások mellett, de újra kinyithattak az éttermek. A brit mutáció terjedésével gyakorlatilag új járvány kezdődött Németországban, ezért védekezni is másként kell, ezt mondta Angela Merkel. Az utóbbi napokban Németországban is robbanásszerűen emelkedik az új fertőzöttek száma, ezért a kancellár új eszközök használatát szorgalmazza. Merkel szerint például az önállóan is elvégezhető gyors tesztek segíthetik a járvány elleni küzdelmet.
Érdemes mindenkiért harcolni, hogy ne kapja el a fertőzést. Ez a közös feladat mindenki számára a lehető legnagyobb szabadságot biztosítja, de egyúttal a legnagyobb figyelmet is megköveteli, hogy ne kelljen még ezreknek meghalniuk. Ez kell legyen a következő hetek célja. Lengyelország sem tudta elkerülni a harmadik hullámot, pedig a tél második felében viszonylag szabadon éltek a lengyelek, és úgy tűnt, hogy túl vannak már a nehezén. De nem, minden korábbinál rosszabb a járványhelyzet jelenleg, így két hétre bezárnak szinte mindent. A boltokban terület alapú létszámkorlát lép életbe, elvileg tudjuk, itthon is lehet hasonló. Lengyelország jelenleg a járvány legnehezebb pillanatában van, így kezdte televíziós beszédét Mateusz Morawiecki, lengyel miniszterelnök. A kormányfő azt mondta, az elmúlt 24 órában minden eddiginél több, 34 ezer fertőzöttet regisztráltak, és elhunyt 520 beteg. A kórházi ágyak és lélegeztetőgépek 70%-át koronavírusos betegek használják, akik között egyre több a 40 év alatti fiatal. Arra kérte honfitársait, az idei húsvét legyen más, mint a többi. Közeledik a húsvét, arra kérek mindenkit, a legszűkebb, kizárólag családi körben ünnepeljék a húsvétot. Nehéz lesz, hiszen ez a remény, a boldogság ünnepe. De hiszem, hogy hamarosan visszatér a remény és a boldogság, hála a védőoltásnak, mondta a kormányfő. A lengyel kormány egészségügyi tárca vezetője ismertette az új korlátozások részleteit. A zárt helyeken, így a nagyobb üzletekben és templomokban ezentúl 20 négyzetméterenként, míg a kisebb üzletekben 15 négyzetméterenként egy ember tartózkodhat. Bezárnak a bölcsödék és óvodák. A szombattól érvényes korlátozásokat leghamarabb két hét múlva, április 9-én vonhatják vissza. Lengyelországban a múlt hét végén lépett életbe az eddigi legszigorúbb zárlat. Három héten át nem nyithatnak ki az üzletek, éttermek, szállodák, a kulturális és sportintézmények. Az óvintézkedések azonban nem voltak elegendők a harmadik hullám megfékezésére, ezért kényszerült további szigorítások bevezetésére a kormány. Nincs vége még mindig a belpolitikai válságnak Szlovákiában. Igor Matovič miniszterelnök nem mondott le. A Matovičot támadó egyik liberális párt viszont felfüggesztette a részvételét a koalícióban. Nem léptek ki azonban, mert attól tartanak, hogy egy új kormányban esetleg kevesebb miniszteri posztot kapnának. Magyarul folytatódik a taktikázás, valamint a helyezkedés a négy koalíciós párt között a járvány harmadik hullámának kellős közepén. Hivatalosan is benyújtotta lemondását az államfőnek a szlovák kormánykoalíció oktatási, valamint külügyminisztere is. Ezzel nem maradt több tárcavezetője a kabinetben a Szabadság és Szolidaritás pártnak, amely a 10 napos határidő letelte után felfüggesztette a munkáját a szlovák kormánykoalícióban. Az önök lemondása nem csak egyéni döntés kifejezése, hanem azon politikai pártállás foglalása is, amely önöket a kormányba jelölte, és amelynek a mai naptól már nincs képviselete a kabinetben. A döntést azonban teljes mértékben tiszteletben tartom, jelentette ki az államfő. A Szabadság és Szolidaritás addig nem vesz részt a koalíció munkájában és hivatalos tárgyalásokon, amíg Igor Matovič nem távozik, ezt a liberális pártelnöke jelentette be. Richard Szulik szerint ők teljesítették a kormányfő feltételeit, ezért most a miniszterelnök következik. A mai nappal felfüggesztettük jelenlétünket a koalícióban. Ezt egészen addig tervezzük fenntartani, amíg Igor Matovič be nem adja lemondását úgy, ahogy azt megígérte. Lemondása nem csak a mi kérésünk, de a többi párté és az elnök asszonya is, ami egyértelműen példanélküli kérés a miniszterelnök felé. A tárgyalásokat kizárólag Igor Matovič lemondása után vagyunk hajlandóak folytatni, mondta Richard Szulik. Igor Matovič távozására azonban továbbra is várni kell. A külügyi tárca ideiglenes irányításával megbízott miniszter szerint a kormányfő azért nem mondott le, mert nincs egyesség a távozó miniszterek pozícióiról. Jaroszláv Nagy szerint, ha nem sikerül megegyezni, a négypárti koalíció helyett hárompárti kormány is elképzelhető. Egy másik koalíciós partner, a konzervatív Család vagyunk parlamenti elnöki tisztséget is betöltő vezetője szerint ugyanakkor, ha jövő hétvégéig nem oldódik meg a válság, előrehozott választások is lehetnek Szlovákiában.
A nyomozás alapján egyértelmű, hogy a politikai gyilkosság szálai a baloldali máltai kormány legmagasabb szintjéig vezetnek, ezt mondta Hidvégi Balázs, a Fidesz EP képviselője a 2017. októberi máltai oknyomozó újságíró elleni merényletről. Hidvégi Balázs szerint az Európai Parlament baloldali frakciói évek óta ködösítenek ebben a témában. Botrányosnak tartja, hogy akik a máltai szocialista kormányt érintő gyilkossági ügyben hallgatnak, azok folyamatosan hazugságok támadják az európai kereszténydemokrata kormányokat. Felszólítom Vera Jurova biztost, hogy ha valóban olyan fontos számára a demokrácia, akkor indítson jogállamisági eljárást Máltával szemben. Úgy tűnik, ott van miért. És ne folytasson ideológiai háborúskodást több millió közép-európai választópolgár ellen, akik szabad és demokratikus választásokon választottak jobboldali kormányokat. Köszönöm szépen! Karrierje során már több alkalommal botrányba keveredett az a luxemburgi politikus, aki az elmúlt években előszeretettel bírálta a magyar kormány tevékenységét, illetve a magyarországi korrupciós helyzetet, ám nemrég saját korrupciós ügyébe bukott bele. Frank Engel botrány krónikájából úgy tűnhet, mintha politikusként hivatalos minőségében is többször saját személyes érdekében járt volna el. Ő tagadja a szerinte alaptalan vádakat. Havonta több ezer eurót kapott lobby tevékenységre Frank Engel egy katonai magáncégtől úgy, hogy közben európai parlamenti képviselő volt. Erről a kontra.hu oldal írt nemrég. Alap úgy tudja, ez a havi összeg akár az 5000 eurót is elérhette, ami átszámítva mintegy 1 millió 800 ezer forint. Frank Engel az a luxemburgi politikus, aki a jogállamisági kérdésekért felelős uniós Libe bizottság tagjaként korábban rendszeresen fenyegette a magyar kormányt. 2018-ban a magyarországi jogállamiságról szóló vitában is éles kirohanást tett az Európai Parlamentben. It's only about religion. Minden a vallásról, a család helyes felépítéséről, a nemzetről szól az ön országában, sorolta Frank Engel a vágyait, majd azt fejtegette, hogy elege van a Magyarországon zajló korrupcióból. Múlt pénteken mégis ő volt az, aki korrupciós botrányba keveredett és lemondott a luxemburgi keresztény-szociális néppárt elnöki tisztéről. Ráadásul előzőleg saját pártásai jelentették fel korrupció és fiktív munkavállalás gyanújával. Az ügyről a luxemburgi székhelyű RTL azt írta, Frank Engel 2019-ben 7 hónapon keresztül kapott jelentős összeget egy a párthoz köthető alapítványon keresztül, a szerződés szerint azért, hogy tagokat toborozzon. Csak hogy a szervezet valójában pusztán papíron létezett. Frank Engel szerződéséről ráadásul a vád szerint saját pártársai sem tudtak, akik szerint a politikus pártelnökként nem lett volna jogosult az összesen 40 ezer euróra, vagyis mai áron mintegy 15 millió forintra. Frank Engel elismerte, hogy hozzájutott ehhez az összeghez, de azt állította, hogy nem sértett törvényt. A most megbukott Frank Engel korábban többször keveredett botrányba. Például nem sokkal azután, hogy 2019-ben megválasztották a luxemburgi párt elnökének, kiderült, hogy évek óta tagja egy katonai magáncég felügyelőbizottságának, ahonnan havonta kap pénzt lobbizásra. Az ügy kirobbanása után azonnal kilépett a cégből. De gyanúba keveredett amiatt is, hogy európai parlamenti képviselőként személyes érdekei vezethették afrikai és ázsiai országokba, de azokat hivatalos útként számolta el. A vádakra akkor úgy reagált, nem titkolja, hogy karrierje végén szívesen dolgozna Afrikában a megújuló energiaszektorban vagy a bankrendszer fejlesztésén. Frank Engel egyébként szerepelt azon a listán, amelyet a sajtó tett közzé azokról az EP képviselőkről, akik Soros György megbízható szövetségeseinek számítanak. A bukott luxemburgi politikus járt Budapesten is. 2017-ben a Demokratikus Koalíció párt alapítványának meghívására érkezett, ahol egy kerekasztal beszélgetésen vett részt Niedermüller Péterrel. Frank Engel akkor épp Soros György Egyeteme a CEU kapcsán vádolta a vörös vonalak átlépésével a kormányt. A tanácskozás elején Gyurcsány Ferenc nem volt jelen, de később a DK elnök a sajtótájékoztatón megmutatta magát a kameráknak. Új európai közös alkotmányt és nem alapszerződést kívánok. Később beszédének egy részletét pedig Gyurcsány Ferenc is közzétette. A most csalással vádolt Frank Engel üzenete mellé a DK elnöke akkor a kormányra utalva azt is hozzátette, ossza meg, aki felháborítónak tartja a kétarcúságot. Újabb baloldali politikus sértegette itthon a Fidesz támogatóit. Márki-Zay Péter, hódmezővásárhelyi polgármester azt mondta, idézet következik, hogyha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, akkor valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint nagy a verseny a baloldalon, hogy ki lesz Gyurcsány Ferenc legjobb tanítványa. Az egyébként a Fidesz leépülésének egy nagyon komoly szindrómája, hogy milyen szellemi és erkölcsi színvonalú embereket tudott az elmúlt években bevonzani. Leépült szellemi színvonalú embereknek minősítette a fideszeseket Márki-Zay Péter közösségi oldalán a napokban. Hódmezővásárhely baloldali polgármestere azonban itt nem állt meg. Megsértette a kormánypárti békemenet résztvevőit és a vidéki városokban élőket is. Nyilván a békemenet sem igazán a professzorok felvonulása volt, de hogyha most megnézzük, akkor már békemenet sincsen, már professzorok Batthyány köre sem áll oda, hogyha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, akkor valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni. Egy hódmezővásárhelyi hírportál a Promenád emlékeztet rá. Márki-Zay Péter rendszeresen sértegeti a kormánypárt támogatóit. Ennek ellenére tavaly július 19-én a balliberális polgármester a témával kapcsolatosan szelektíven emlékezett, és azt bizonygatta, ő nem szokta gyalázni a Fidesz szavazókat. Azt a leghatározottabban szeretném cáfolni, hogy én valaha is a fideszes szavazókat minősítgettem volna. De nem ő az egyedüli, aki sértegeti a kormánypárti szavazókat. Sok a patkány Magyarországon, ha már a patkány téma felhúzódott. A szocialista Bangóné Borbély Ildikó ugyanis egy interjúban ezt a választ adta arra a kérdésre, hogy szerinte miért nő a Fidesz támogatottsága. Az ATV-ben azt is mondta, a patkányok és a kormánypárt támogatói közötti áthallást mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja. Sok a patkány Magyarországon, ha már a patkány téma felhúzódott itt Budapesten, és nem csak Budapesten. Jó, és ennek nem mi csak, az áthallása? Hát mindenki úgy gondolja, ahogy akarja. Aki ott van a TV2-ben, aki ott van az Origóban. Néhány napja pedig Fekete Győr András saját közösségi oldalán beszélt arról, hogyha ő lenne a miniszterelnök, tiltott kategóriába sorolná bizonyos szerkesztőségek újságíróit. Én eltiltanám a hivatásuk gyakorlásától, mert a újságírónak lenni, médiaszolgáltatónál dolgozni, az egy közfeladat. A DK elnöke tavaly nyáron szintén a Facebookon üzent a jobboldali konzervatív közösségnek annak kapcsán, hogy Vidnyánszky Attila lett a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának elnöke. Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott, minden értelemben földönfutók lesznek, nem lesz árok betemetés. A krumpli lóbálás, a füstgránátozás és az újságírók fenyegetése után itt az újabb műsorszám. Márki-Zay Péter miniszterelnök jelölt úr a Fidesz szavazókat minősíti, több mint 3 millió embert. Reagált Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára Márki-Zay Péter kijelentésére. A Fidesz kommunikációs igazgatója Hollik István pedig úgy fogalmazott, nagy a verseny az ellenzéki oldalon, hogy ki lesz Gyurcsány Ferenc legjobb tanítványa. Egyre több növendék nevez be. Egy azonban biztos, a baloldalon mindig van lejjebb. A kormánypártok szerint kérdések merülnek fel Ceglédi Csaba jogi szakvizsgájával kapcsolatban. Budai Gyula fideszes képviselő szerint felmerül a gyanú, hogy Gyurcsány Ferenc adócsaló ügyvédje csalással szerezhette meg a szakvizsgát. Budai Gyula a Vas megyei ügyvédi kamarához fordul, de szerinte a kamaránál elérhető adatok sem oszlatják el az esetleges csalás gyanúját. Ceglédi Csaba a Vas megyei ügyvédi kamara nyilvántartásában 2010. december 31-től szerepel. Ezen időponttal jegyezték be ügyvédként, hozta nyilvánosságra a megyei szervezet elnökének levelét közösségi oldalán Budai Gyula. A fideszes parlamenti képviselőnek közérdekű adatigénylésre adott válaszában az is olvasható, a jogi szakvizsgához szükséges igazolást nem a Vas megyei ügyvédi kamara állította ki. A baloldal adócsaló ügyvédje aligha teljesítette jogszerűen a kötelező 3 éves jogi munkakörben eltöltött gyakorlati idejét. Ceglédi Csaba jogi végzettsége hétfőn is téma volt a parlamentben. Budai Gyula felszólalásában megemlítette. Ceglédi Csaba éppen abban az időszakban töltötte 3 éves joggyakorlati idejét, amikor főállásban volt Szombathely alpolgármestere. A politikus korábban a pesti srácoknak azt nyilatkozta, 99,9% hogy nem volt szükség engedélyeztetni jogi természetű munkaviszonyát.
Völner Pál, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára hétfőn az országgyűlésben azt mondta, az akkor hatályos törvény szerint főállású polgármester vagy alpolgármester nem létesíthetett egyéb munkaviszonyt. Ceglédi Csaba főállású munkájával kapcsolatban úgy vélekedett, hogy 99,9% hogy nem volt szükség engedélyeztetni jogi természetű jogmunkaviszonyát, mi viszont 100%-ig biztosak vagyunk abban, hogy a törvényeket mindenkinek be kell tartani, neki is be kellett volna tartani. Ceglédi Csaba többször is kénytelen volt már bíróság elé állni. A szombathelyi ügyészség 2000 augusztusában megrovásban részesítette 11 rendbeli jogosulatlan adatkezelés, valamint 2 rendbeli magánokirathamisítás vétsége miatt. 2003-ban pedig a Veszprém megyei bíróság jogerősen 1 év és 4 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte több rendbeli adócsalás és okirathamisítás miatt. Azt gondolom, hogy megérdemli, hogy büszkén nézünk őre. A DK színeiben tevékenykedő politikus ügyvéd ellen jelenleg is büntetőeljárás van folyamatban. A Humán Operátor ZRT körüli céghálózattal kapcsolatos 6,3 milliárdos költségvetési csalás büntetőügye márciusban kezdődött újra. A Híradó a szakvizsga ügyében keresi Ceglédi Csabát. Többek között azt kérdezzük tőle, hogy szerinte fennállt-e az összeférhetetlenség amiatt, hogy éppen akkor töltötte 3 éves gyakorlatát, amikor Szombathely alpolgármestere volt. A 18. kerületi önkormányzat diszpécser szolgálattal segíti a házi orvosok munkáját, ezt jelentette be a kerület DK-s polgármestere. Szaniszló Sándor lehazugozta a kormányt, de szerinte ez most nem a sárdobálás, hanem a cselekvés ideje. Megsokszorozódott a kerületben az orvosokhoz irányuló, aggódó megkeresés a védőoltásokkal kapcsolatban. Erre pedig nekik most végképp nincs kapacitásuk, hiszen a betegeket kell ellátniuk. Az MSZP arra szólította fel a kormányt, hogy adjon vissza nem térítendő támogatást a kis és közepes vállalkozásoknak az árbevételük 100%-ának arányában. Harangozó Tamás szerint további intézkedések is kellenének még. Adjanak azonnal 100%-os táppénzt a koronavírussal megfertőzött embereknek, és emeljék meg a munkanélküli ellátás összegét és idejét, hosszabbítsák meg a vírusjárvány végéig a munkanélküliek tekintetében. Az LMP szerint a felsőoktatás fejlesztéséhez nincsen szükség az alapítványi forma erőltetéséhez. Keresztes László Lóránt azt mondta, hogy a sikeres európai példák azt igazolják, hogy állami fenntartás mellett is el lehet végezni a szükséges változtatásokat. Óriási feladat tehát a felsőoktatás fejlesztése, ez nagyon erőteljesen meghatározza Magyarország versenyképességét, fejlődőképességét, de ehhez nincs szükség az egyetemek alapítványi kiszervezésére. A Volner párt elutasítja, hogy az Európai Unió politikai okokból meg akarja fegyelmezni Magyarországot az úgynevezett jogállamisági mechanizmus alkalmazásával. Volner János szerint Brüsszel a baloldal érdekében próbál beavatkozni a magyar belpolitikába. Egyértelműen elfogadhatatlan számunkra az, hogy megpróbáljanak Brüsszel vezető politikusai minket azzal zsarolni, hogyha nem vagyunk hajlandóak követni a liberális mintákat, akkor anyagi veszteség fogja érni az országot. A jelenlegi uniós költségvetési ciklus fejlesztési pénzeiről folyamatosan egyeztet a kormány a fővárosi önkormányzattal, ez hangzott el többek között a budapesti közfejlesztések tanácsának ülésén. Fürjes Balázs államtitkár és Kis Ambrus főpolgármester helyettes tárgyalásán eldőlt az is, hogy idén 42 milliárd forintot fordít a kormány az egészséges Budapest programra. Emellett megegyeztek a zöld beruházásokról, valamint a vasút fejlesztésekről is. 30 milliárd forintot költ magyarországi fejlesztésekre a következő években a Coca-Cola. A tervek szerint Dunaharasztiban jöhet létre a vállalat legnagyobb közép-európai gyártóbázisa. Egy másik világcég is lát fantáziát a magyarországi terjeszkedésben. A Siemens kutatásfejlesztési részleget hoz létre Budapesten, 120 új munkahely jön ezzel létre. Vasúti szoftverek készítésével foglalkoznak a Nemzetközi Cég Budapesti Kutatásfejlesztési Központjában. Az 1847-ben alapított vállalat beruházási megállapodást kötött a kormánnyal, amelyben azt vállalta, hogy több mint 3 milliárd forintos fejlesztésbe kezd. A kormány cserébe 816 millió forinttal támogatja, ezzel pedig 120 új munkahely létrehozását segíti.
akár gyártásról, akár kivitelezésről van szó, tehát bármit csinálunk, mindig jelentős magyar partnerkör, beszállítói kör, alvállalkozói kör segít bennünket. A koronavírus gazdasági kihívásaira a kormány a segélyalapú pénzosztás helyett minden idők legjelentősebb beruházás ösztönzési programját indította el. Ennek eredménye, hogy amíg a világon 42%-kal esett vissza a beruházások értéke, addig Magyarországon tavaly 140%-kal nőtt. Mi úgy gondoltuk, hogy nem a munkanélküliség következményeit kell toldozgatással, fordozgatással kezelni, hanem meg kell előzni a tömeges munkanélküliség kialakulását, és ez csak minden idők egyik legjelentősebb beruházás ösztönzési programjával lehetett. Közben a Coca-Cola, mint a magyar kormány stratégiai partnere, újabb 30 milliárdos beruházást jelentett be. Új gyártósorok beszerzését, logisztikai fejlesztéseket és technológiai korszerűsítéseket tervez a cég. A fejlesztés után pedig Dunaharasztiban jöhet létre a cég legnagyobb közép-európai gyártóbázisa. Az elmúlt évek beruházási ütemét tehát erősítjük, új gyártósorokat és új logisztikai fejlesztéseket fogunk Magyarországra hozni. Kapacitás bővítő beruházások mellett kiemelten foglalkozunk majd az értékesítési tevékenységünknek a fejlesztésével. Az aláírást követően a külgazdaság és külügyminiszter elmondta, ahhoz, hogy a gazdaság mielőbb visszatérhessen a növekedési pályájára, szükség van a stratégiai partnerekre is. A lényege, hogy ezek a nagyvállalatok, amelyek meghatározzák a magyar gazdaság teljesítményét, mélyebben kerüljenek bele a magyar gazdaság és társadalom politika szöveteibe, magyarul olyan beszállítói programokat hajtsanak végre, amelyek által magyar kis és közepes vállalkozások kapnak lehetőséget arra, hogy nagy világcégek beszállítói legyenek. Szijjártó Péter hozzátette, hogy a nagyvállalatok beruházásainak is köszönhetően 270 ezer munkahelyet tudtak megvédeni a világjárvány esztendejében is. A szokásosnál korábban már húsvét előtt kifizeti az államkincstár a családtámogatásokat. A családi pótlék, a GYES és a GYET folyósítását az április eleji munkaszüneti napok miatt hozták előre. A bankszámlákra március 30-án érkezik meg a pénz, a postások pedig március 29-e és 31-e között viszik ki. Ünnepel Görögország 200 éve, 1821. március 25-én robbant ki felkelés a több évszázados török uralom ellen. Durván egy évtizeddel később létrejött a független Görögország. A járvány ellenére próbálták méltóképpen megünnepelni a függetlenség napját a görögök. Itthon is több programmal emlékeztek a bicentenáriumra, természetesen a görög kisebbség főszereplésével. Görög zenével kezdődik az a dokumentumfilm, amelyet a görög szabadságharc kitörésének 200. évfordulójára készített a görög intézet. Kiderül belőle például, hogy mi volt a görögök szerepe a Lánchíd és a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttében, de még sok mást is meg lehet tudni belőle a Magyarországon élő első görög nemzetiségűek történetéről. Megszólal benne például Trokán Nóra színművész, a görög származású színész Papa Dimitriu Atina lánya. A Kecskemeten lakó görög Miskának, görög Demeternek és görög Kirónak kegyelmesen megengedtük, hogy hűségünk alatt lévő akármely helyekben a szabad kereskedést folytathassák, adhassanak, vehessenek. A művelődés kutató pedig arról beszélt, hogyan segítették az otthonuktól távol élő görögök az otthon maradtak szabadságharcát. Nagyon jelentős kereskedők voltak, és nem pusztán a könyvelési tételeket jegyezgették otthon, hogy mennyi a haszon, hanem egy cél vezette őket, a görög szabadságharcot hogyan tudják minél jobban támogatni. A szabadságharc végén a görögöknek 450 éves oszmán elnyomás után sikerült visszaszerezniük függetlenségüket. Pénteken jelenik meg egy kétnyelvű könyv, ami a szabadságharc történetét és a görög nép irodalmát mutatja be. A görög intézet igazgatója az M1-en az őket meghatározó szabadságvágyról beszélt. A Görögország egy nagyon szabadságvágyó nemzet, természetesen ugyanúgy, mint más európai nemzet, többek között ugye a magyar is, de hát a görögökben évezredek óta mindennél erősebb a szabadságvágy és a függetlenség. Szent szabadság üdvleked! A szabadságharc kitörésének évfordulójára készült egy kétnyelvű magyar és görögül előadott videóklip is a görög himnuszról. A Magyar Nemzeti Múzeum homlokzatát pedig Budapesten a görög zászló színeivel festették meg az évforduló tiszteletére. Kigyulladt egy lakás reggel Budapesten a 12. kerületben, egy 4 emeletes társasház legfelső szintjén. A 80 négyzetméteres lakás 3 helyisége, valamint az erkély is lángolt.
Súlyosan megsérült egy idős férfi, a tűzoltóknak azt sikerült megakadályozniuk, hogy az egész tető leégjen. A tűz az erkélyen keresztül 50 négyzetméteren belekapott a tetőbe is. 8 tűzoltógépjárművel érkeztek ki a fővárosi tűzoltók, akik mondhatni percek alatt megfékezték a lángokat, így a tűz a tető érintett 50 négyzetméterén kívül nem érintette a tető több száz négyzetméterét, illetve más lakásra a lángok nem terjedtek át. A TEK közreműködésével fogták el azt a két csörögi férfit, akik bosszúból molotov koktélokat dobtak egyik ismerősük házára. A gyanúsítottak részegen 3 benzinnel töltött üveget dobtak az épületre, az egyik palack tüzet okozott abban a szobában, ahol a bent lakó nő, illetve a kisfia aludt. A lángokat gyorsan eloltották, senki nem sérült meg, a két férfi azt mondta, hogy csak meg akarták ijeszteni a nőt. Hivatalosan különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják őket. Még ma is sokan kaptak olyan SMS üzenetet, amelyik egy csomag érkezéséről értesíti a telefon tulajdonosát, de valójában egy adathalász üzenet. Nem csak itthon, hanem más országokban is terjed. A bűnözők személyes adatokat szerezhetnek meg, hogyha valaki rányom az SMS-ben található hivatkozásra, úgyhogy ne nyomjon rá senki. A rendőrség nyomoz. Reggel 7 óra 10 perckor kaptam egy SMS, hogy megérkezett a csomagja, kövessi nyomon. A telefonján mutatja Csuka Jennifer, hogy milyen furcsa SMS-t kapott reggel. Bár valóban várt csomagot, nem kattintott rá a kapott linkre, mert már több felületen találkozott a csalókra figyelmeztető felhívással. Folyamatosan figyelem inkább az e-mail fiókomat, hogy mikor adják fel a csomagot, és azt is figyelem, hogy kitől kapom az SMS-t. Általában ugye azért fel van tüntetve a rendelőnek az adata. Ezáltal hiteltelen volt nekem ez az SMS, és szerencsére, mivel felfigyeltem előző napokban erre a felhívásra, hogy ne kattintsunk rá ilyen SMS-ekre. Az elmúlt napokban többen kaptak ilyen üzenetet, amiben a címzettet egy csomagküldemény rövid időn belüli érkezésére emlékeztetik. Formailag ugyanolyan, mint amit a csomagküldő cégek szoktak küldeni. A gyanút az ébresztheti, hogy a végén egy linket kell megnyitni, ami egy olyan weboldalra irányít, ami megtévesztésig hasonlít egy nemzetközi csomagküldő szolgálatéra. A kiberbűnözők így próbálnak meg pénzt, illetve személyes adatokat megszerezni. Így néznek ki azok az SMS-ek, amiket mostanában küldenek. A képen jól látszik, hogy a küldemény száma hiányzik. Így nem lehet azonosítani a rendelést. Gyanús lehet az is, hogy a linkről sem lehet megállapítani, melyik cégtől várhatjuk a csomagot. Továbbá megfogalmazása is eltér a hiteles értesítési üzenetekétől, amelyben általában megjelölik a csomag számát, várható érkezését és a kézbesítő telefonszámát. A nyomon követésről pedig általában e-mailben értesít az adott cég. Minden esetben azt javasoljuk, hogy gyári visszaállítást eszközöljük. Ha valaki azonban gyanútlan volt és letöltötte az SMS-ben található linken elérhető alkalmazást, a következőket teheti. A készülékeinken végezzünk gyári visszaállítást, de még mielőtt ezt megtennénk, nagyon fontos, hogy a telefonjainkon olyan szenzitív adat van, vagy információ, fényképp, bármilyen mappa, névjegyzék, ami minket érzékelyen érinthetne, ha eltűnne, és szeretnénk megőrizni az utókornak, azokat mentjük el, csináljunk egy biztonsági mentést. Bor Olivér hozzátette, ha rátelepült ez a kártevő a telefonunkra, akkor hozzáférhet adott esetben a névjegyzékünkhöz is, és tudtunk nélkül küldheti tovább az ismerőseinknek, de akár ismeretleneknek is ezt az üzenetet. A szakemberek tehát arra hívják fel a figyelmet, hogy legyünk körültekintőek, ha valaki pedig kap egy olyan SMS-t vagy e-mailt, ami gyanús lenne, hagyja figyelmen kívül és törölje, adatait pedig semmiképp se adja meg. Csak a szerencsének köszönhető, hogy egy autós nem ütött el egy látássérült férfit néhány napja Miskolcon. A vakvezető kutyájával akart átmenni a zebrán, zöld jelzése volt, még sípoló hangot is adott a lámpa, ami jelezte, hogy indulhat. Ebben a pillanatban azonban átrobogott előtte egy autó, amelyik nyilvánvalóan piroson ment át. Félelmetes helyzetet rögzítettek Miskolcon egy zebránál. Zöld a lámpa nekünk. Éppen átkelni készült a látássérült Vida Zoltán kutyájával, amikor legalább 60-nal átszáguldott előtte egy kocsi. A férfi a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola munkatársa, éppen az állattudását tesztelte a gyalogátkelőnél. A felvételen látszik, hogy a gyalogos és a kutya is jól látható helyen tartózkodik, nem álltak takarásban.
de ez sem volt elég a sofőrnek ahhoz, hogy lassítson. Ha nem vagyok ennyire rutinos, és nem figyelem azt, hogy akkor még közben figyelem a forgalmat, hanem csak tényleg abban bízom, amit ugye tanul is az ember, hogyha a sípol a lámpa, akkor átmehetünk, akkor ebből bizony egy nagyobb baleset is lehetett volna. A jelenetet a kutyaiskola egyik kiképzője vette fel telefonjával véletlenül. A cél az volt, hogy elemezzék az állat munkáját Miskolci központjukban. Én mióta itt gyakorlok a kutyákkal és itt közlekedem, még nem tapasztaltam ilyet. Ugye ez egy négysávos út, ráadásul iskola van mögöttünk, tehát az út egyik oldalában a központunk van, a másik oldalában egy iskola, és ezért is fontos lenne nagyon, hogy itt a sofőrök jóval figyelmesebbek legyenek, odafigyeljenek arra, hogy ez egy hatalmas nagy gyalog átkelő. Az egyesület nem tervez feljelentést tenni az eset miatt, csak azt szeretnék, ha az emberek jobban odafigyelnének hátrányos helyzetű társaikra. Reméljük, hogy így lesz. Mi pedig a következő percekben a magyar-lengyel meccsre figyelünk. Elkezdi ugyanis a világbajnoki selejtezőket a magyar labdarúgó válogatott, még az M1 új meteorológiai stúdiója is az alkalomhoz illő díszbe öltözött. Az időjáráson nem fog múlni a magyar siker ma este a Puskás Arénában. Szurkoljunk együtt, Pörnéc Adrián vagyok. Se eső, sem szél nem nehezíti a válogatott dolgát a Lengyelország elleni VB-selejtezőn. A közvetítés passzolom az M4 sportcsatornának 20:45-től. Figyelj, Ferenc, rövid passzos játék, te meg íveld föl a Puskásba. Jó, próbálom Lipcsei Bettát megjátszani valahogy. Jó estét kívánok. Ma este megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a világbajnoki selejtező sorozatban, ahogy hallhatták. Márko Rossi együttese Lengyelország ellen lép pályára a Puskás Arénában 20:45-től. A helyszínen pedig ott van kolléganőnk Lipcsei Betta, és megvannak már a kezdő csapatok is. Betta, mit lehet kiolvasni a két kezdő 11-ből? Jó estét kívánok! Túl nagy meglepetés nincsen egyébként egyik kezdőben sem. A magyar csapat legutóbb tavaly november 18-án játszott válogatott mérkőzést Törökország ellen a Nemzetek Ligájában. Ahhoz a felálláshoz képest természetesen van változás, de nagy meglepetés nincsen. A kapuban Gulácsi Péter, a védelemben természetesen a Fenerbahçe-ban remeklő Szalai Attila, Vili Orbán és Fiola Attila, a középpályán Hangya Kalmár, Nagy és Klein-Heisler, elől pedig a két Bundesligában szereplő csatárunk Szalai Ádám és Sallai Roland. Egyébként érdekesség, hogy a lengyel kollégák, a kommentátor kolléga a média szobában pont Sallai Roland nevének kimondásában kért segítséget, nem nagyon ment neki eleinte. Érthető, hogy készül rá, hiszen Sallai a Freiburgban már 6 gólnál jár ebben a szezonban. És egyébként Szalai Ádámnak van a legtöbb válogatott meccse a keretünkből, 67. A lengyeleknél természetesen Robert Lewandowski-nak van a legtöbb válogatott mérkőzése, 116 tőle, és Arkadiusz Miliktől várják majd a gólt a lengyelek, de azért ne felejtsük el, hogy nagyon erősek kapus fronton is, hiszen a Juventus hálóőre néz majd farkas szemet a mi csatárainkkal. Egyébként a kispadról csak annyit, hogy a mieinknél ott van Nikolics Nemánja, a korábbi lengyel gólkirály, akit jól ismernek a lengyelek, és készülnek is rá, természetesen várható, hogy esetleg pályára lép. És egyébként több mint 10 percen keresztül beszélgetett Paulo Sousával itt a pálya szélén. Érthető, hiszen jól ismerik egymást, hiszen a portugál szakember korábban a Videotonnál dolgozott, ahol játékosa volt Nikolics, 2 éven keresztül is, még 2011 és 13 között. Egyébként a magyar csapat fehér mezben lép majd pályára, a lengyelek pedig pirosban. És hát bízunk a híres csapategységben, amit Márko Rossi már annyiszor emlegetett, és abban a pozitív mentalitásban, amiben a csapat jelenleg van az őszi sikerek után, és bízunk abban, hogy egy sikeres mérkőzést láthatunk majd itt 20:45-től tehát. Bízunk ebben mi is, Betta, köszönjük szépen!